No, az hogyan, hogy a cápa támad megállás nélkül, még mindig él? De az imént egy bálna is elúszott mellettünk. Na, ilyet még nem láttam korábban. Úgyhogy ez elég kemény. Nem tudom, mik lesznek még. Reméljük, hogy a Kraken az nem... Hát ez megint nagyon jó. Egy milliméter kellett volna még. Szóval remélem, hogy így ennél durvább élőlények nem fognak előkerülni. Hát most ilyen ipari mennyiségben neki kell állni, akkor nyersanyagot gyűjteni. Csinálok egy horgászbotot, mert nagyon kéne halat fognom. Nem csinálok, deszka és kötél. Kötelet azt még talán tudok csinálni, de deszka az kevés. Ezek a zörgések, ez mindig a frász jön rám. Nincs kajám, tehát hiába döglődsz az éjségettől, nincs kajám. Itt egy krumpli, megesszük, és aztán nagyon neki kell állni pecázni. A cápa megdögölhetne már, és akkor abból tudnék húst kiszedni. De addig is próbáljunk meg egy horgászbotot. Nagyon király. És akkor mit tudom én, ezt tároljuk itt, végül is lényegtelen. Az az egy tetszett, hogy ezt bedobom, és akkor közben így jól el van, de azért lootolhatok. Hát így bal kézzel, jobb kézzel fogjuk a botot, bal kézzel azért lootolgatunk. És itt nincs nagyon kimaxolva a horgász mini játék, hanem van egy ráharapás, nyomsz egy bal gombot, és már meg is fogtad. Na, ott egy giant sziget. Azt próbáljuk meg szerintem majd mindjárt megközelíteni. Na ennyi, van két halam. Nem engedte minden halat egyébként, mindegyik halat rárakni a tűzre, úgy emlékszem. Erre nem tudok választ adni, hogy miért. Szerintem lehet, hogy valamelyik túl nagy, és akkor a nagyobb grill kell hozzá. Nem tudom, el fogok tudni én evezni odáig, de próbáljuk meg. Az a baj, hogy eléggé, ez evező, ez egy dolog, de én azért még így is eléggé az áramlatoknak vagyok kiszolgáltatva, de én ezt most amennyire kiveszem így kb. Jelen állás szerint, amerre nézek, bal irányba sodor engem a dolog. Tehát most nem egy az egybe az árral szemben evezek, hanem csak úgy félig. És ez egy bazi nagy sziget. Ez valami írdatlan nagy sziget. Én eddig ilyen kis, vagy hát ez lehet, hogy csak egy sziklafal lesz, és rohadtul nem fog tudni fölmenni. De ez valami iszonyatosan nagy sziget. Hát meglátjuk, remélem, hogy nem... Aha, na ott röpül, fönt. Csak az árnyéka látszódik, de egy ilyen rohadt nagy madár, na ilyen dobálta rám a köveket. Remélem ez nem csinálja azt, hogy még a hajómat is elsüllyesz ki. Hát kikötünk, meglátjuk, hogy mik vannak ott. Biztos lesz azért ellenség, tehát ne átassuk magunkat nagyon, hogy nem, de majd megpróbáljuk túlélni. Ja igen, van egy ilyen... Most lepauzálta? Ah, de jó, srácok! Hát felfedezés! Jaj, hát ezt mindenki tudja rajtam kívül. Nem tudtam pauzálni korábban. De most tudom, mert ugye amikor elindítottam ezt a játékot, közben elbúcsúztam az evezőmtől, akkor benyomtam a buttont, hogy nem csatlakozhat senki. Tehát ez most kőkemény single player. Ó, de király. Tehát hogyha valakinek az égvilágon semmilyen barátja nem játszik a játékkal, nincs deszkám. Isteni. Ó, de itt van. Szóval, hogy nem igaz is kevés. Hát ez tök jó. Itt sodródok az ára a szó szerint, és nincs deszkám, hogy megcsináljam ezt a szart. Kajám, hal megsült, burkoljuk be. Szóval, hogy ha tényleg egyedül akarsz játszani, mert esetleg nincs barátod, aki játszom vele, akkor, vagy játszom veled, akkor érdemes benyomni az elején, hogy nem engedélyezem, hogy más csatlakozzon, mert akkor ezzel egy ilyen elképesztő feature-t sikerül elérnünk, hogy pauzáljuk a játékot, mondjuk, ha egy pisi szünet, vagy valami hasonló létszükség lenne, hát ez elég király, mert különben nekem tegnap ilyen vacsinál, ilyen teljes játék kilépés kellett. Egyébként ezt akartam megmutatni, hogy van ilyen, hogy save. Tehát, hogy world saved. És akkor elvileg bármit is jelentsen ez, megmentettük a világot. Vagy legalábbis elmentettük. Állatira szeretnék egy deszkát, hogy oda evezzek, úgyhogy léci, de nem biztos, hogy pont ott az jó nekem ott a... Na, befogja a háló. Ez a háló, a hálók hálója. Craft. És menjünk, hova menjünk? Hú, srácok, hát csak így dől alult az égbe. Na, hát nem tudom ez a sziklának melyik oldalát közelítsük, de próbálok erre. Ez most megint egy kicsit ilyen ára a szembenevezés, de nem baj. De bedokkolunk a griff madár alá, hát ha ilyen savat hány a fejünkre. De jó, hát úgy látom, hogy akkor a sors úgy akarja, hogy ne arra menjek, úgyhogy... Hogyha a sors nem is, legalábbis az áramlatok. Következő problémám, hogy nem lesz... Aha, igen.
Ja, Istenem, állandóan kötelet gyártok, és nincs kötél. Tessék, most örülsz? Van kötél. Deszkát adjál, ne kötelet. Hol van deszka? Nincs deszka. Megint semmit nem fogok tudni gyártani. Kikötök, azt ott leszek egy szál alsógatyába, azt semmit nem tudok csinálni. Igen, igen, néni két, pusztuljál már el, már tiszta vér a fejed. Még mindig élsz? Egyem az uzádat, nem tudom kijavítani a hajót, mert nincs deszkám. Mindenhez deszka kell. Há, Istenem, nehéz az élet, tengeren hánykolódva. Bocsi. Hú, hát ennek nagyon megörültem, komolyan mondom. Pauz menünek még ennyire nem örültem soha, mint most. Ott egy hordó. Most ezt megint egy kicsit elszúrtam, hogy ismét sikerül úgy fordulnom, hogy árral szembe vagyok. Egyszerűen megőrülök ettől. Állandóan így evezek, égetem el az energiámat, és nem sikerül semmit A-ból B-be jutnom. Na most legalább ebből talán egy pár deszka. Hú, egy egész darab. Egészen jó vagyok. Hát ettől a szigettől is sodródok el, szóval frankon megoldom ám ezt, hogy lehet mindig elbénázni. Az a jó, hogy elvileg ide azért én amennyire tudom, nem vagyok egy nagy tengerszakértő, de hogy így ezek a hullámok így csapdosni szokták a partot. Tehát így a part közelbe azért úgy érzi az ember, hogy kifelé sodorja. És csak egy kicsit beljebb van az, hogy befelé víz, de ez már lehet, hogy az a távolság. Lényegében egy helyben állok, evezek mint egy barom, az lapáta mindjárt megint eltörik, és közben elégetem a kajámat, és nincs kajám se. Úgyhogy szerintem tök jó vagyok, nagyon jó nyomom. Most ez megint egy mikroméretű fadarab kellett még neki, hogy megsüljön. És akkor most ezt az óriási méretű szigetet, ezt buknom kell azért, mert béna vagyok? Ne csináljuk már ezt, de tényleg. Jó, mennyi egy rohadt vitorla? Mondom ezt úgy, hogy annyi deszkám sincs, hogy egy lapátot csináljak. Na ezt csekkoljátok, meghalt a cápa. Ilyenkor be kell utána ugrani. Legalábbis én vagyok ilyen hülye, hogy beugrok utána. És akkor kilútolom belőle a húst. És addig kis szerencsével nem bukom el a tutajomat. De végre ez a rohadék elpusztult, és akkor lett bele cápa hús. Az pedig azt hiszem elég laktató. Nem mint, hogy gyakran ettem volna cápa húst. Se így, se igazából. De legalább egy darabig meg vagyunk, mert az 4 hús. Jajajaj, plastik! Továbbra se sikerült ezt a szigetet elérnem, mert folyamatosan sodródok egyre távolabb, viszont legalább látok egy másik szigetet. Ezt kiöntjük, ezt megisszuk. Megpróbálok esetleg ahhoz a kisebb szigethez elevezni. És aztán legalább tudom, hogy így viszonylag közel van a másik nagyobb. Mert azért jó volna már egy ilyen szigetet valamelyest feltérképezni. Egyetlen egy szigeten kötöttem ki korábban a másik játékomban. Ott voltak ilyen viszonylag nagyméretű fák, azokat nem tudtam kivágni. De ilyen kisebb fákat ki lehetett vágni, és hát nem sok, de ilyen 3-4-5 deszka jött belőle. Tehát azért az se lenne hátrány. Meg legalább tényleg egy minimálisan így megpihenni végre, hogy ne sodródjunk folyamatosan. Most még egy pár deszkám is van, meg ugye legalább, hát ott a szigeten azok mondjuk, hát a felső baloldali az szerintem nagy, azt valószínűleg nem tudom kivágni, de a jobb oldali az talán kisebb, és azt ki tudom vágni. Ez az egyik, na ott egy tuta is. Ó, ez elég nagy talán, nem? Na, jó, mindegy, úgyse tudok arra elevezni, adjuk fel. Meg se próbáljuk. Megint csak elégetem az energiámat. Ott viszont ládák is vannak. Hordó meg láda. Ó, Istenem, ilyen nyersanyag vadászat az egész. Ez az evező, azért nagyon remélem, hogy viszonylag gyorsan lehet majd ezeket fejleszteni. Elképesztő gyorsan tönkre mennek az eszközök. Tehát ez az evezővel egy néhány percet evez az ember a játék szempontjából néhány percet. És már szét is törik. Tehát most csináltam nemrég, és már mindjárt megint elpusztul. Úgyhogy hát ezek meg közben sodródnak, úgyhogy valahogy úgy kell haladnom, hogy az áramlást is figyelembe véve lehetőleg elérjem őket. Mondjuk legalább addig a kampót nem koptatom. Na, szerintem ilyen ládát így kézzel még nem kaptam el. Ez az, oha, mennyi deszka volt benne, királyság. Akkor legalább fogok tudni csinálni új evezőt, ha mindjárt eltörik. Feltételezem, remélem.
De az elég közel van. Nem próbáljuk meg? Rohadtul árral szembe lennék, ugye? Csak azért, mert hogy ezekben néha szokott lenni, ez jó lenne már egy ilyen zászló is, mert az meg elvileg mutatja a szélirányt. Na csekkold már, nézd, van egy megfelelő mennyiségem az árbóchoz. Az azért lenne jó, mert akkor legalább szélirányba nem kéne elveznem. És még mindig meg tudom csinálni. Na figyeljetek, ó, kaja, 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 elpusztulok csendesen. Igen, tehát akkor abba az irányba kell leveznem, hogyha... Ez a másik, hogy pillanatok alatt elégeti az összes fát. Tehát egy cápa megsütéséhez kell 80 kiló fa. Érted? Nem csak úgy oda teszed ezt izé. Jó, na tessék, most cápa sülte tehetsz. Megnyugszik a kis gyomrod. Egyen meg a bélbolyhaidat. Ja, hát közben meg itt nekünk jön a másik tutaj, némá. Ez volt a tervem, hogy idáig elevezek. Amikor nem foglalkozom valamivel, akkor sikerül. Na igen, és akkor ez a vicces, hogy egy ilyenen azt hiszem itt bókláztam, átugrottam, megnéztem ott ezt a kis sütőrészt. Ó, egyem az uzád itt a következő cápa. És akkor ezt így kilútoltam, még ott egy kicsit bénáztam, azt mint a Jack Sparrow, amikor érkezik a kikötőbe, hogy így a tetején álltam, és a hajó már nem volt alattam. Közben a szigettől viszont jól elsodródtunk. Jó, na eljött a pillanat, építünk egy árbócot. Nesze árbóc, ez mi a fene? Annyi cuccom van közben, ezeket be kéne dobálni a research deskbe, majd mindjárt meg is tesszük, de ez most így, ez a szent pillanat elérkezett. Ez egy cuki ilyen sufni tuning szajré. Ha az R betűt lenyomjuk, akkor tudjuk forgatni. Hát mondjuk, hogy legyen így. Mert ez így cuki. Kinyitjuk, és akkor hát elvileg csinálhatom azt, hogy így fordítom. És akkor most jó esetben arra megyünk. Hát és egyébként most még talán arra is fúj a szél. Azt lehet csinálni, hogy van zászló, lehet építeni egy zászlót, és azon látjuk a szélirányt. És akkor kb. Tudom, hogy merre fúj a szél. Van esélyem, hogy arra megyek. Na most megpróbáljuk azt, hogy elfordítom a sziget felé. De nem úgy tűnik, hogy az nekem nyerő lesz, mert szerintem nem erre fúj a szél. Mindjárt megnézem, hogy zászlót tudok-e csinálni. Nem tudok, mert kell hozzá szög, de viszont azért haladunk. Szóval, hogy most egész jó mikroméretű kis tutajom van. Ó, de frankon betettem ide. Annyira ügyes vagyok. De mindegy, ezeket majd arrébb lehet rakni. Mi az, amit még nem tettünk be? Például ilyet. Research. Csak egy darab volt belőle, de nem nagyon érdekel, mert amíg egy darab van belőle, úgyse tudok gyártani, mert hogy nem fejlesztettem még ki. És ezt meg nem lehet research-olni, ez meg már volt. Úgyhogy ez meg valami kaja recept. Nagyon jó. Jó, ezt meg kinyitjuk. Hát, ha van benne... Jesszus, mi volt ez? Pofánba jött az árbóc. Szóval ezt kinyitjuk, megnézzük. Mi van benne? Hami. Könyvkupac. Tök jó. Jaj, egy hordó. Menjünk a hordó felé. Nem is egy hordó. Jó, most onnan pont elkanyarodunk, de nem baj. És igen, szóval azért így egy fokkal jobb. Tehát teljesen egyértelműen szélirányjal szemben nem fog ez működni, de azért érezhetően javul a helyzet, és végre van egy kis beleszólásunk a dolgok haladásába. Ha nem is sok, de legalább egy kevés. Jó, hát szóval megint akkor kicsit skippelek, ennyit fogok csinálni, hogy gyűjtögetek, próbálok jobbra-balra lavírozni ezzel az óriási nagy hajómmal, és gyűjtögetni a nyersanyagokat. Hát annyit azért megteszek szerintem, hogy valahol kipöttyintünk már egy kis dobozkát. Ez nem, mert kell hozzá még egy kicsit több műanyag. Jaj, mit tettem meg? Nem ezt akartam. Azt akartam, hogy műanyagot fogjak. De most miért? Na egyébként most kb. Ez a jó példa erre, hogy én ez egy dolog, hogy arra állítottam ezt, de nem érzem úgy, hogy arra haladnék. Nem tudom, merre fúj a szél. Kéne nekem nagyon ez a kis zászló. Szög. Tudok én szöget csinálni? Biztos nem, melyet is tudnék. De tudok. Tök jó, tele vagyunk szöggel. Ez mi? Ilyet se tudok gyártani. Jó, akkor tegyünk már két zászlót, ha tudjam már, hogy merre hány óra. Tök jó, persze, ezt se tehetem ki a szélére. Ez a jó, hogy a kenú vagy tutaj közepén egy ilyen zsúfolt parti van, mert ez most hogy van, akkor pont szemből fúj a szél, akkor azért nem haladok arra. Igen, hát hogyha egy az egyben megfordítanám ezt, akkor jó nagy sebességgel haladnánk, mert elvileg arra fúj a szél. És
tényleg szemmel láthatóan felgyorsult a történet. Jó, hát igen, szóval ezzel nem nagyon lehet semmit kezdeni, ilyenkor aztán nekiesetek evezővel is a történetnek, akkor se fogok jobban haladni, úgyhogy néznünk kell a kis zászlót, egyértelműen erre fúj a szél, így kell fordítanom a vitorlát, ezt arra tudok haladni, és akkor nyilván ebbe az irányba egy kicsit jobbra-balra tudok menni, de úgy effektív konkrétan arra nem, mert akkor széllel szembe megyek, süssük a kaját, és gyűjtsük a nyersanyagokat. Na és közben ezt csekkoljátok, úgy alakult a szélirány, hogy most épp az óriási nagy sziget felé fúj, amit az előbb elmisszoltam, és szépen úgy fordítom a vitorlámat, hogy mindenféle erőfeszítés nélkül lassan, de biztosan haladunk erre felé. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a szintemnek megfelelő hely lesz, nem tudom, van egyáltalán szintem például, de ez olyan volt, mint a Shrekben a szamár, hogy nem érzem a lábujjaim, jaj, nincsenek is lábujjaim. Igen, szóval nincs is szintem, de mindegy. Szóval leegyszerűsítve úgy ki fognak nyírni, mint a húzat. Na nem baj, megyünk a szigetre és feltérképezzük, fel vagyok vértezve, mint állat. Ezt már egyszer fölvettem, ezt a cápafejet föl lehet venni, mint egy ilyen satyi, de ez rohadtul idegesítő. Úgyhogy ezt én nem veszem föl. Mit akartam? Egy nyüves ládát akartam csinálni. Most megint miért haldoklom? Állandóan döglődök. Jó, sült cápa, ami. Jó, szerintem most lassan leengedem a vitorlát, mert egyébként volt egy olyan, amikor egy ilyen sziklának verődtem neki még az előző játékomban, és sodródtam, akkor még nem volt se vitorlám, se semmim, és olyan szinten rommá tört engem is, meg a hajót is, hogy ott elpusztult a karakter, és újra kellett élesztenem, és akkor vette el az inventorimat. Azt mondta, hogy ehhez az újraéléshez most akkor az inventori egyharmada, meg a következőhöz is az egyharmada, és akkor szépen lepusztította teljesen az inventorimat, azt hittem idegbajt kapok. Kötél, hát persze, hogy kötél. A világ összes kötelét legyártom már. Jaj, de cukin kikötünk, hát egyem az uzáját. Na ezt csekkoljátok, mindjárt úgy neki megyek a szigetnek, azt elsüllyedek. Jó, szerintem ezt most akkor így lecsukjuk. Vagy... Létszíne törjek össze? Nem tudom, mennyire tudom összetörni a hajómat, de most nem annyira szeretném. Most annyira nagyon szépen bedokkoltam ide. A lehetőségekhez mérten. Ennyi leharapja egy vaddisznó a fejemet. Azért se baj, ha itt közel van a tutaj, mert ide ki tudok majd menekülni, ha készül valaki megölni. Na, hát szerintem akkor ezt most úgy megoldottuk, ahogy a nagy könyvben meg van írva. És azt hiszem, a rohadék cápa nem zabálja a hajónkat, ha nem vagyunk rajta. Tehát azért neki van annyi ezt, hogy engem akar megenni, nem a deszkákat. Úgyhogy ilyenkor nem támadja a raftot, ha lemegyek róla. Ezt a kaját még beburkoljuk, meg ezt az innivalót megisszuk. Ja igen, még azt szerettem volna, hogy némelyest kiüríteni az inventorimat, mert nem szeretnék teli inventorival lootolni, indulni. Úgyhogy egy nyüves kis dobozkát olyan jó lenne már. Ezt a mekkora király vagyok. Igen, igen, persze törd össze a nehezen megépített izémet. Pusztuljál el. Jó. Ide tesszük ezt a csúcs szuper dobozt. Nem tesszük ide. Miért nem tesszük ide? De nem akarom a szélére tenni, mert lezabálja a cápa. Nagyon gáz az ilyen nyomi módon középre építeni minden, de... Oké, királyság. Akkor betesszük, ami fontos. Hús. Izé-bizé. Kaja. Ezt mindjárt még megsütjük. És akkor megyünk Luther ninjázni. Azt hiszem nem volt semmi, amit nem tettem be a... Most ez megint... Milyen szörnyű hang? Mindig ilyen szörnyű hangok vannak. Ezt fölzabáljuk. És akkor egy ilyen kis... retket, vagy mi a francot beteszünk oda. Meg még mondjuk ezt. Vagy mit tudom én. A deszka az mondjuk legyen nálunk, mert úgyis lesz még deszka, úgyhogy... Oké, megyünk lootolni. Hát nyomjunk egy olyat, hogy... Save the world. És akkor nézzük, hogy hány pillanat alatt pusztulok el. Hello emberek! Nem akar senki megölni, ugye? Mondjuk az a... Nem tudom. Firebird. Jó lenne, nem harapna le a fejemet. Na igen, és akkor itt ilyen kis kék virágokat szedünk, tök cukik vagyunk, ebből nyilván lehet csinálni. Ott egy izé struc, vagy mi az Isten.
Ebből lehet csinálni kék festéket, akkor ezek szerint. Nem tudom, mit érünk vele. És akkor ezt csekkoljátok. De itt van kókusz. Én szeretnék kókuszt, kérek kókuszt. Nem kapok kókuszt. Jön a pálmalevél is. Nem, mangó, bocsika. Mangó, izé, magis, minden. Kánoám van. Azt csekkolt, hogy áll az inventorin. Tök jó vagyok. Mindjárt úgy lekattolja a fejem valami űrlény. Hát egészen természetes mozgása van ennek a madárnak. És jó lassan halad, tehát biztos utolérem. Na jó, mindegy. Hát itt amennyit lehet gyűjtünk deszkát. 7, nagyon kemény. És megpróbálom majd azért raftomat upgrade-elni, hogy jó lenne, ha ezt is ki tudom vágni. Hát pedig ez egy fazi nagy fa. Egy. Elég komoly mértékben szedem a deszkát egy fából. Egy ekkora fa az 3-4 deszka. Nádat nem tudok. Nádaházam teteje. Na, ezt már nem fogja engedni kivágni. Jaja. Oké, mászkálok a szigeten. Azt próbálunk túlélni. Ez mindjárt olyan sziklákat fog a fejemre dobálni, hogy csak úgy nyekkenek. Őszinte leszek egyébként, hogy ilyenről még nem nagyon beszéltem, de hát azért nem. Nem a grafikája miatt fogjuk ezt a játékot szeretni. Megmondom őszintén, hogy hát... Na itt a vaddisznó, azt csekkoljátok. Ugye úgy kinyír, hogy csak úgy nyekkenek. Hello, öreg! Ott dögölnél meg, ahol vagy. Hát de most tényleg, ez tiszta hülye. Na, hát akkor... Erről beszéltem. Innentől kezdve akkor meg vagyunk lőve. Nem pontosan értem, hogy még kell rühes vaddisznókat ide tenni a szigetre. Egy picit hadd éljek már ellenség nélkül. Szóval, hogy hát nem a grafikáért fogjuk szeretni ezt a játékot. Szerintem elég gyatran néz ki szegény. Tehát nem tudom ez milyen költségvetésből készült, de szerintem kisebb költségvetéses játékok is voltak, amik szebbek. Elég gyatran néz ki szegény. Tehát legyünk őszinték, mondjuk ki az igazat. Hát nem tudom. Nyilván láttunk már rondább játékot is, tehát nem erről van szó, de azért szebbet is bőségesen. Hát egyelőre lószalt se érek ezzel a lúttal, hogy őszinte legyek. Tehát közben a cápa az megint itt környékez. Ezzel a hülye vaddisznóval most mi lesz? Itt fog állandani zélni, terrorizálni engem? Na jó, mászkálok a szigeten, lootolgatok. Aztán majd beszámolok az eseményekről.